okos legyél, jó? Maradsz. Bíbor, gyere! Tuli, szépen áll. Na, most aztán gyere, gyere! Bíbor, gyere! Hopp! Ez az! Tuli, gyere, kuszik! Kuszik! Ez az! Gyertek ide! Jó van! Jó! Ez az, jó van! Nagyon ügyes! Tehát, ugye, együtt kell velük örülni. Sajnos elterjedt egy két évvel ezelőtt az a hír, hogy kihal a kuvasz, de hál' Istennek ez távolról sem igaz. Ennek cáfolatára az elmúlt évben egy 20 éves rekordot döntöttünk meg, mert közel 300 kuvasznak adtuk ki a számolási lapját. Szemben az elmúlt 20 év alatt olyan 200-220 volt. Nyilvánvaló, hogy nagyon távol vagyunk attól, ami az 1980-es évektől, amikor 2500 körüli kuvasz törzskönyveztek, de azóta volt egy rendszerváltás, bezöllöttek egyébfajta kutyák, akiket nagyon szeretjük, tehát semmi probléma nincsen velük, de nyilvánvaló, hogy konkurenciát jelentenek ezekre a gyönyörű szép fehér kutyákra. Nagyon kincs van a kezükben, amiért hálásak lehetünk az őseinknek, hogy ilyen ragyogó kutyát adott a kezükbe. Nagyon nagy megbecsülésnek kellene, hogy örvendjen, sokkal nagyobbnak, mint ami jelenleg éri ezt a fajtát, mert ez mindjárt a kutyája, a magyarságnak a kutyája. Hogy minden őrzőfajta valamilyen szinten fegyver is. Tehát ha megnézzük, hogy mekkora foga van egy, figyelj ide, barátom. Tehát azért ezek nagy fogak, ugye neki is. A bíbor az például a Magyar Pásztori Munkaversenyén országos bajnokságot nyert. A tulipán, ő még kölyök kutya, tehát ő még abszolút az elején van a tanításban, de már ő is ugye figyel engem, tekintete rajta van, tehát hiszte a szavaimat, és munkára termett, tehát alig várja, hogy foglalkozzak vele. Tehát ezek a kutyák nem tétlenségre ítéltett fajta. Fekszik, 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 fekszik! Tuli! Na, ugye a kuvasz makacs egyébként hozzáteszünk. Fekszik, feküdj! Ha ő egyszer nem akar valamit, fekszik, de nem szabad engedni, tehát következetesnek kell lenni. A kuvasz jelenén és a jövőjének a záloga az eredeti feladatkörre alapozott, ahhoz kapcsolódó képességének a megőrzése. Ő Pusztatenki Erdész, a törzskönyvi neve, de a hívó neve Bátor. Ő egy 6 éves kan. IGP Sportnak most két ágazatában dolgozom vele. Jelenleg engedelmes ágazatban és nyomkövető ágazatban. Engedelmesben egyes szinten, tehát IGP egyes szinten nagyon sokat versenyeztem, sok első helyezése van, második helyezése, nagyon büszke vagyok rá. Idén leraktuk a polgárőrvizsgát is, tehát abban őrzővédő feladatok vannak, engedelmes feladatok, nagyon jól teljesít őrzővédőben is. Tényleg szuper, szuper sok oldalú kiskutya. A 2019-ben megnyertünk egy Hung 7090 pályázatot, amelynek az a lényege, hogy az Agrárminisztérium ennek a kuvaszkönyvnek a kiadását nagymértékben támogatta. Elsődleges célja az, hogy népszerűsítsük a fajtát. De nagyon ráfér a kuvaszra. Ezt a könyvet, ha valaki ezelőtt is elolvassa, már más szemlélettel fog a kuvaszra nézni. Kevés nemzet bicsekedhet azzal el, hogy neki kilenc magyar, vagy egy csodálatos kilenc magyar fajtája van, és azért legyünk hálásak az elődeinknek, és becsüljük meg, és vigyük tovább az ászlót.